A mázsáló masina. Egy babilony ódalába embermérő masina is volt. Láttuk, hogy beletöttek 10 filléres formájú pénzt, volt rajta egy nagy óra, annak a mutatója cigánkereket vetött, azt épek annál a számnál állott meg, amelyik a kilót jelentette. Sógor, mondok a sógornak, ne mázsáltassuk-e meg magunkat. Ha még arra is költsünk, azondi. Mondok, ezzel pedig alkudni nem lehet, hanem fogjunk ki a masina eszín, sógor. Álljunk rá ketten. Így aztán kettőnké 10 fillér is elég lesz. Hát ráálltunk mind a ketten, azt én becsúsztottam a mázsálás árát. Hát az óra pöcke ötszörre főbillent a 163-ra. No, mondok, hát 163 kiló a nyomásunk. Ha gyesznyók volnánk, hát 3-6-osával megérnénk 50 pöngőt is. De mondok, egyet nem mondott meg a masina. Mit, sógor? Azt, hogy mennyit nyomok én magamba. De a ménkü üsse meg ezt a masinát, az én súlyomat sem mondta meg. No, mondok, enélkül pedig el nem megyünk. Hát, ráálltam magam, mondok, ördög vigye azt a 10 fillérest. A masina rögvest kivágott 99-et. Alig ha hazudott, mondok. A sógor is rááll, annak meg kivág a masina 64-et. No, mondok, most számíjuk össze, hogy igazat mond-e a masina. Főmarkoltam egy marok apró kavicsot. Azt kiszámíthattuk egy padon, hogy a 64-höz a 99 hozzáadódik, 163 e valósággal. Hát, éppen annyi lett. Ott tűnődtünk aztán, hogy honnan tudja az a masina, hogy melyikünk hány kiló. De sehogy se tudtuk kitanálni.